Ezek a földkupacok is jelzik, megkezdődött Bátaszék egyik legjelentősebb fejlesztése, a piactér átépítése. Körülbelül idáig volt eddig térburkolattal ellátva. Csak most teljesen elmegyünk hátra a kerítésnek a végig, a ki is van szedve. Mutatja a tervezett Bozsodik Róbert polgármester. A beruházás összköltsége meghaladja a 148 millió forintot. Befejeződött az előkészítésnek a folyamata, hiszen az elmúlt év végén megkaptuk a hivatalos értesítést, hogy ugye nem abban az összegben, amiben mi gondolkodtunk, de némi támogatás kiegészítésben részesült a piac beruházásunk, és így elindulhatott ez a beruházás. 12 millió forint támogatás kiegészítést kapott a város a projekt lebonyolításához. A kezdeti tervezéskor a teljes költség 102 millió forintos költségvetéssel bírt, de az árak azóta rohamosan nőtek, így a városnak is mélyen a zsebébe kellett nyúlni a megvalósulás érdekében. Az önkormányzatunk által vállalt 20 millió forintos önerő most már 52 millió forintra növekedett, de a képviselőtestület végül is olyan döntést hozott, hogy megkívánja valósítani ezt a beruházást, meg fontosnak tartja, hiszen a piactér a város központjában található. Ugye a beruházás keretében egy korszerű, modern térburkolati felület fog kialakulni, tehát a mögött már látszik is az építkezésnek a fázisai. Parkolókat fogunk kiépíteni, és egy foghitelek megvásárlásával egy piaci épület is meg fog valósulni az elkövetkezendő időszakban. A munkák gyors sebességgel zajlanak majd, hiszen a pályázati kiírás szerint a nyári szabadtéri programok elindulásának idejére el kell készülnie a több funkciós térnek.